16 éven aluliak számára nem ajánlott. Kolumbia, 1981. Vigyázzon, hova lép. Van, hogy itt dobálják szét a hullákat. A szegényeknek építünk házat. Most fejezzük be az első 600-at, de el akarunk jutni 2000-ig. És honnan is van rá pénz? Itt Kolumbiában 1 kiló 7000 dollár. Az Egyesült Államokban ugyanennyi 150 ezeret. Számolja ki. Legnagyobb erőfeszítéseik ellenére is riasztó mennyiségű illegális kokain érkezik az országba. Kössünk üzletet, te elmondod a te titkaidat, én meg az enyémeket. Maga a szeretője. Kérdezze meg a barátait a CIA-nél. Meg lesz. Valós események alapján. Van pénzed, Pablo. Mi is itt vagyunk. Mit akarsz még? Egy kis tiszteletet. Éljenek az anyák és az édesanyja föl! Pablo Escobar Gaviriát megválasztották. Sajnálom, uram, de nyakkendő nélkül nem léphet be. Ez hatalmas szégyen. Sértés minden kolumbiaira nézve. A napfényes hétfők rendezőjétől. El kéne kezdenünk gyilkolni, hogy tiszteljenek. Háborút nem nyerhetsz meg félig. Az igazságügyi minisztert néhány perccel ezelőtt meggyilkolták. Hát csak 1 millió pezót érek, ez minden, még megsértődünk. Osszatok szét fegyvereket a falvakban, minden meggyilkolt rendőrért 2000 dollárt fizetek, minden rendőrtiszt 20000 dollárt ér. 500 emberünk dolgozik azon, hogy elfogjuk Escobart. Uram! Escobar! Minden halott. A dolgok hamarosan nagyon bonyolultá válnak. Miss Vallejo, segítsen megtalálni. Na, mindenki figyel. Tudom, hogy ott vagytok és figyeltek. Akkor ezt hallgassa meg az összes seggfej. Megöllek benneteket, a gyerekeiteket, a feleségeiteket. Kivéreztetlek benneteket még! Az Oscar-díjas Javier Bardem. Az Oscar-díjas Penelope Cruz. Peter Sarsgaard. Escobar. Fernando León de Arano a filmje. Még mindig szereti. Hamarosan a mozikban.